7,7 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. A 2020-as pályázati időszak október 1-én kezdődik. Ezzel kapcsolatban megyeszerte fórumsorozatot szerveznek az érdeklődők számára. Vásáros Namény volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum fórumsorozatának első állomása. A megyei szervezet mind a 13 járásban szervez hasonló tájékoztatót. Az október 1-én induló új pályázati időszakban 7,7 milliárd forintot oszt majd szét a kormány a civil szervezetek között a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. A civil szervezetek számára az Emberi Erőforrás Operatív Program is több lehetőséget nyújt. Szabolcs megye az elmúlt időszakban is eredményes pályázó volt. Amit nagyon fontos elmondanom, hogy a 2013-20-as időszakban, amit tulajdonképpen most élünk, tehát ezeknek a forrásoknak a nagy részét most költik a kedvezményezettek, majdhogy nem 1000 milliárd forintból gazdálkodhatott ez az operatív program, és tulajdonképpen felöleli az összes olyan területet, amely az Emberi Erőforrás Minisztériumához tartozik. Köznevelés, egészségügy, szociális terület, egy pici kultúra, egy pici sport, mert ezeket közvetlenül az Európai Unió nem támogatja. Ezek a területek mind hozzánk tartoznak, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nagyon jó pályázónak számít. Az összes operatív program tekintetében több mint 370 milliárd forint érkezett ide az elmúlt 7 éves időszakban. Persze ezek közül, a pályázatok közül vannak még olyanok, amelyeknek a megvalósulása most is folyik. A civil szervezeteket közvetlenül érintő Nemzeti Együttműködési Alap forrása ebben az évben duplája a 2012-es összegnek. Vendégem a stúdióban Kis András, a Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát nézzük akkor a részleteket, hogyan értékeljük ezt a 7,7 milliárd forintot. Először is engedje meg, hogy köszöntsem a nézőket, és köszönjem önöknek a lehetőséget, hogy erről a témában itt a megyei TV stúdiójában is tudunk beszélni, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez egy fontos téma. A Nemzeti Együttműködési Alap, ahogy hallhattuk is, 7,7 milliárd forintot oszt szét a civil szervezetek között, két pályázati konstrukció keretében, és ezek közül az úgynevezett összevont pályázati konstrukció, ami szakmai és működési jellegű pályázati lehetőségekre ad forrás civil szervezeteknek, ez egy nagy pályázat, ez indul el október 1-én. Viszonyításhoz képest 2012-ben, amikor ez az alap útjára indult, a Nemzeti Civil Alapprogram látta el korábban ezt a feladatot, és a Nemzeti Együttműködési Alap az 2012-ben 3,3 milliárd forinttal indult, most 7,7 milliárd forintnál tartunk, tehát ez a duplája plusz 1 milliárd, tehát ez egy nagyon komoly összeg. Ha végig gondoljuk, és azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogyha a gazdaság jobban teljesít, hogyha a vállalkozók több adót fizetnek, nominálisan be, nem pedig százalékosan, hiszen egy nagy adócsökkentés is volt ezekben az években, akkor a civil társadalomban is többet tud investálni olyan fontos ifjúsági, szociális programokra, amelyet a civil szervezetek valósítanak meg. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Ez a 7,7 milliárd forint nyilván országos összeg. Nincs leosztva, hogy melyik megyébe mennyi, hanem azon múlik, hogy az egyes civil szervezetek mennyire adnak be jó pályázatot? Igen, ezen múlik. 5 szakmai kollégiumban születik meg a döntés. Ez az 5 szakmai kollégium lefelöleli azokat a területeket, amelyeken a civilek dolgoznak. Van kulturális kollégium, van olyan kollégium, ami a határon átívelő kapcsolatokkal foglalkozik. Van ifjúsági kollégium, hiszen nagyon sok a ifjúsággal, óvodákkal, iskolákkal foglalkozó alapítvány. Gyermek jóléti, van társadalmi felgazdálkodás, szociális területet felemelő. Van olyan kollégium, ami a sport, a szórakozás, a hobbi, illetve a polgári védelem, polgárőrszervezetek, tűzoltó szervezetek, hiszen nagyon sok önkéntes tűzoltó egyesület működik, akár a megyénkben, a polgárőrszervezetekről nem is beszélve. Tehát mind az 5 kollégium egy-egy ilyen nagy témát ölel föl, és azt gondolom, és ezeknek a területeken segíti elő az adott területen működő civil szervezeteket, és nagyjából 5 egyenlő részre van felosztva ez a torta. Ez az egyik lehetőség, hiszen ez a működés és szakmai cél esetén ez 200 000 és akár 5
5-6 millió forintot is elérheti ez a ebben a pályázati konstrukcióban az elnyert összeg. Kollégiumonként változhat a felső összeg, illetve attól is függ, hogy csak működési, vagy működési és szakmai közös konstrukcióra pályázik a pályázó, ezen az úgynevezett összevont kiíráson. Viszont van egy újdonság, 2019-es, tehát idei évtől, hiszen most a 2020-as pályázatok jelennek meg, tehát ezek a pályázatok majd a 2020-as évben lesznek támogatási formában elkölthetők, és 2020-ban megvalósuló rendezvényekre lehet lesz, illetve működési költségre lehet lesz pályázni. Ez az egyik lehetőség. Itt kollégiumönként változik a felső határ. Viszont van egy úgynevezett egyszerűsített pályázat, október 1-én jelenik meg az összevont, és utána nagyjából 30 nappal fog megjelenni az egyszerűsített pályázat. Itt maximum 200 ezer forintig pályázható, viszont egy úgynevezett csak formai bírálaton áteső kvázi normatív támogatásról van szó. A keret kimerüléséig pályázható ez, és egy nagyon egyszerű, könnyített formai bírálaton megy át. Ide viszont csak olyan szervezetek pályázhatnak, akik helyi vagy térségi jellegűek, és akik két egymás utáni pénzügyi lezárt évben az összbevételük nem haladta meg az 5 millió forintot. Ez szakmai, szakmai, ez az egyszerűsített, vagy működésre is? Szakmai és működési fordítható. Forrás is költhető, de maximum 200 ezer, minimum 100, maximum 200 ezer forint pályázható ezen. Viszont azt tudom mondani, hogy több mint 80%-os volt a nyerési arány. Itt a megyében a 90%-et is meghaladta a nyerési arány. Az átlagos nyert pályázati összeg 195 ezer forint volt. Tehát azt lehet elmondani, hogy azoknak a kis szervezeteknek, aki nem akar nagy pályázatot benyújtani, kicsi segítségre van szüksége, hogy abban akár az évben... Akár egy számítógépet szeretne venni, mondjuk. Igen, ezeknek ez egy nagy lehetőség is. Ha megnézzük, hogy egy kis település mennyivel tudja éves szinten a saját területén működő civil szervezetet támogatni, akkor azt mondom, hogy egy nagyon pici közösségnek ez egy nagy segítség tud lenni, bár összegszerűen a 7,7 milliárd forintos keretösszeghez egy ilyen maximum 200 ezeres pályázat eltörpül, de egy nagy segítség, azt gondolom. Egy ilyen nagy megyében, ahol ilyen sok kistelepés, aktív közösség van, azt is szeretném kiemelni, ha már beszélgetünk, hogy 3141 civil szervezet működik a megyében. A 3141 civil szervezet közül 727 pályázott a 2019. évben a NEA-ra, és 295 civil szervezet nyert a NEA-ban támogatást. Ez azt jelenti, hogy 42%-os az arány. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly arány, főleg, hogyha azt is hozzátesszük, hogy itt a megyében működik nagyjából az 5%-a az országban működő civil szervezeteknek. A népességi arányunk 4%-a itt működő civil szervezetek aránya, 5%-a a népességen belüli arányunk is, 8% a össztortából a megye civil szervezetei által elhozott támogatási összeg, az azt gondolom, hogy egy komoly szám mutatja, hogy a megyében komoly, életerős, tenni akaró és helyben jó, szép közösség teremtő, megtartó és közösségfejlesztő feladatot ellátott civil szervezetek működnek. Mindegyik területen a gyermek neveléstől a szociális területig. Említette, hogy 5 kollégiumra oszlik a terület. Van-e olyan stratégia, ami mentén előnyt élveznek bizonyos típusú szakmai tevékenységek civil szervezetek részéről? Az 5 kollégiumnál az a megkötés, hogy a alaptevékenység szerinti kollégiumban tud pályázni a civil szervezet. Mondok egy példát, hogyha a társadalmi felelősségvállalás kollégiumban ad be pályázatot egy civil szervezet, ami alapvetően a szociális, karitatív, hátrányos helyzetű térségeket előmozdító kollégium, nem biztos, hogy egy sporthorgász egyesületnek oda érdemes pályázni. De a sporthorgász egyesület megtalálhatja a mobilitás és alkalmazkodás kollégiumot. Azt gondolom, hogy az 5 kollégium lefedi azt az 5 területet, ami a leginkább a civilekre jellemző, a kultúrának ott a közösségi környezet kollégium. Én szeretném külön felhívni, hiszen 3 határmenti megyében vagyunk, és tudjuk, hogy Magyarország önmagával határos. És nagyon erősek a helyi, települési, közösségi kapcsolatok, hogy a Nemzeti Összetartozás Kollégiumban nagyon erős és jelentős határon átívelő együttműködési pályázatokat adtuk be. Ebben a megyénk jelenleg is jelentős, erős, ebben a
portfóliumban, úgy látom, sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és ezzel biztató is a közösségeket, hogyha van releváns partnersége, van olyan közös ötlet. Hiszen itt egymás mellett élünk, itt valóban határon átívelő tud lenni egy ilyen projekt. Én azt gondolom, hogy van értelme ezekre, és erre külön szerettem volna felhívni a figyelmet. Azt gondolom, hogy a NEA honlapján, illetve a Civil Információs Centrumban is részletes tájékoztatást kaphat bárki, aki érdeklődik. Abszolút. Itt egyetlen egy kötelező hasznos információt hagy mondjak el, a civil.info.hu honlapon, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő BGZRT honlapján, illetve a Szabolcs kötőjel CIC honlapon, és mi minden civil szervezetnek, akivel kapcsolatban vagyunk a pályázat, kiírásának napján ki fogjuk küldeni a pályázati útmutatót, a felhívást. Október 1-én jelenik meg az összevont pályázat, és rá 30 nappal az egyszerűsített. Kis András úr, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk ma este. Köszönöm a lehetőséget.